Sziasztok, ez itt a quadcopterblog.hu videoblogjának 25. adása, és a mai tesztalanyunk az FR Sky Taranis kisebbik testvérkéje, a QX7-es, ugye a kettő termékben, amit gyártanak, ez az olcsóbbik verzió. És mielőtt bárkit meglepetésként érne, elmondom, hogy ezeknek a távoknak a gimbalyai középre állnak gyárilag. Ugye ez a tipikus kameraplatform. Azért nem halljuk a bal oldalinál a rezgést, mert kivettem belőle a rugót, amit mindjárt meg fogok mutatni, hogy hogyan kell. Tehát ez egy tipikus kameraplatform leosztás, de nekünk egy Mod 2 kellene, ami ugye azt jelenti, hogy a bal oldali gázkar az lent áll, és mi szépen fokozatmentesen fogjuk ezeket adagolni, miközben repülünk a részereinkkel. Jó, tehát szét kell viszont szednünk a távot. Fordítsuk meg! Nem egy nagyon bonyolult dolog egyébként a szétcsavarozása. Összesen 4 darab csavart kell majd eltávolítanunk, amelyeket az alábbi pontokon találtunk meg. Itt és itt, ugye ez értelmszerűen le kell venni az elemtartót, illetve a hátsó panelt is. És egy dologra kell vigyáznunk, itt van egy tüske sor, ami a különböző kiegészítő moduloknak a beszerelését hivatott támogatni. Ezt nem szabad eltörnünk, tehát fogjuk meg két kézzel a hátlapot és emeljük le. Még egy dologra kell figyelnünk, hogy amikor leemeljük, itt lesz egy csatlakozó. Mindjárt mondtam, hogy melyik az, rázumolunk szépen. Az az elemtartója, tehát ez a fehér csatlakozó. Ez egy speciális csatlakozó, közelről így néz ki. És ezt ki tudjuk forrasztani a tartóból, és elrakhatunk bármilyen mondjuk mikro IST csatlakozót, ez a pici piros. Ilyenek például tipikusan a 2S akkumulátoroknak a fő tápjai, és onnantól kezdve ez működni fog akár akkumulátorral is. Nem kell ezt a megoldást használnunk, egyébként is drága állandóan cserélgetni 6 darab AA elemet. Vissza a távirányítóhoz. Tehát jobb oldalon láthatjuk a nekünk ugye baloldali gimbal, csak most hátulról nézzük, rá is zoomolok. Itt 3 kritikus pont van, itt volt egy rugó, egy rugós tag tulajdonképpen egy ilyen tartóval, mint azt a kamera látni fogja, igen, amelyet én kivettem, ezt egy sima csipesszel fölfele húzva innen ki tudjuk akasztani, hogyha át akarjuk állítani nem középre álló gázkarra a távirányítót, de mindenki ezt fogja csinálni, illetve el kell azt döntenünk, hogy fokozatosan vagy fokozatmentesen tudjuk léptetni a közöket, amikor a gáz adagoljuk. Ehhez szerencsére rendelkezésre áll 2 darab profil, amit majd a csavar meghúzásával tudunk beállítani. Az első az a fokozatos. Itt lehet látni, már amennyire ezt a kamera is megengedi számunkra, egy műanyag profilt, amin a fokozatokat be tudjuk állítani, hogyha ezt a csavart meghúzom, tehát az elsőt felül, itt, akkor fokozatosan lehet adagolni a gázt, de nekünk ez nem lesz jó, mert igazából jobb, hogyha mindenki úgy adagolja, hogy ő maga érzi, hogy hol van az a gázállás, amit éppen akar érni az adott repülési szituációban. Ezért mi a jobb oldalit fogjuk meghúzni, ez a fokozatmentes profil. Ha elfordítjuk, akkor látjuk, hogy itt a csúcson nincsen ilyen bemélyedés, nincs meg az a V profil, ami a másikon viszont megvan. Ugye az zoomol a kamera, igen, itt a V profil, tehát ilyen esetben ezt a jobb oldalit kell majd meghúznunk, és onnantól kezdve a gimbal át fog állni fokozatmentes, nem középre álló gázkarra, amelyet mindjárt meg is mutatok, miután ezt meghúztam. Újra itt, közben megcsináltam a csavarozást, és amint látható, a jobb oldali fokozatmentes profilt meghúztam, míg meghagytam a bal oldalit, amely a fokozatos profil és az ahhoz tartozó V alakú támasztékot jelenti, ugye ez feljebbel, ezért nem fog akadozva lépni maga a kar. Szépen visszarakjuk rá a hátlapot, és kipróbáljuk, hogy mi lett az eredmény. Itt megint figyelünk a tüskékre, nehogy lezúzzuk azokat. Helyére pattintjuk. Ugye látható, hogy már kivettem innen az akkumulátor tartót. Ezt majd a következő projektet szépen átforrasztjuk. Illetve most jöhet a teszt, de már látom is, hogy jó. Ugye ez az alapeset, amikor így középre áll, még ez szépen fokozatmentesen beáll a megfelelő helyre, és ott is marad. Ha a gáz maxon adjuk, akkor maxon van, ha közép, akkor ugye úgy középre áll, mint eddig, míg lehúzza, pedig tökéletesen leállt az aljára. Tehát ez innentől kezdve használható bármilyen versenygéphez is. Jöjjön az akkumulátor átforrasztása. Újra itt, a Taranis QX7 kapcsán, és a harmadik etapban beszélünk egy picikét az akkumulátor modolásáról.
Ugye ezt említettem már, hogy itt az elem tartó alatt van egy csatlakozó. Ez valójában egy kétes balanszer plug, tehát ezt nem kell megmodolnunk, hogyha nem akarjuk. Akkor is tökéletesen jó a megoldás, ha beledugunk egy bármilyen kétszelles akkumulátort. Ugye ennek három kábele van, de ezzel azért nem kell foglalkoznunk, mert ugye a középső az abban a csatlakozóban nincsen bekötve, tehát elvileg ez így működni fog. Így csinálja például Oscar Liang is, hogyha az ő tesztjét megnézitek, akkor nála is ezt lehet látni. Én átmodoltam egy microIST csatlakozóra. Ennek annyi előnye van, illetve egyben egy hátránya is. Tehát az előnye az az, hogy mivel a távirányító 6 és 15 volt között tud bármilyen akkumulátoron működni, hogyha van microIST csatlakozós akkumulátorunk 3S-ben, akkor azt is beletehetjük. Bár ez elég ritka azért, de most már így marad. Ugye a hátránya az értelemszerűen az, hogy ki kellett forrasztanom a kábelt az elemtartóból. Tehát, hogyha egyszer még vissza akarom állítani az eredeti állapotát, akkor ezt majd visszafelé is meg kell csinálni. Ugye ez itt látható, hogy tettem egy velcro-t az akkumulátornak az aljára is, és a tartóba is. Ugye ez nyilván az elmozdulást hivatott meggátolni, illetve valószínűleg sokan akartok majd nagyobb kapacitású akkumulátort beletenni a távirányítóba, és erre tulajdonképpen lehetőséget is ad a hely, amit itt láthattok. Mindjárt mondjuk, hogy pontosan mekkora ez. Megmérjük egy tolómérővel, az mondjuk durván 90 mm, tehát 9 centi, és öt és fél centi. Tehát ennyi a téglalapnak a két fontosabbik oldala. A mélység az pedig durván, hát ezt nehéz mérni, ezt így nem is tudom. Azt hiszem, hogy 3 centit írtak a fórumokon. Tehát egy ilyen vastagságú, de ennél lényegesen nagyobb akkumulátort bele tudjunk majd szerelni, és így kinyújthatjuk a Taranisznak az üzemidejét. Arra figyeljünk, hogy 6 és 15 volt között legyen a feszültség. Sziasztok!